2023. március 9-én az Essentia Artis program sorozat egyik tematikus napján délelőtt 10 órától este 10 óráig váltották egymást a színesebbnél színesebb kulturális programok. Ezek azonban nem csupán a kultúra rajongóinak nyújtottak élményt, hanem azoknak is, akik a kulturális gyökerek, a források tudományos hátterével szerettek volna megismerkedni. Mindezt a szervező, a Magyar Művészeti Akadémia Művészetelméleti és Módszertani Kutatóintézet elhivatottsága szavatolta, hiszen a teljes műsor folyamot e kettős cél köré építette fel. A Tiszta Forrásból elnevezésű tematikus napon szó esett mesemondásról, a pásztorkultúra zenei eszközeiről, melyek meg is szólaltak a színpadon, a pásztorviseletek sokszínűségéről, megismerkedhettünk a népi gyökerekből táplálkozó divattervezés eredményeivel, részt vehettünk egy improvizatív zenei workshopon, hallhattuk, hogyan jelenik meg a hagyományos motívumrendszer korunk zenéjében, részesei voltunk egy kalotaszegi pityikés divat bemutatónak, a napot pedig két nagy formátumú ünnepi koncerttel zárhattuk. A kultúrán és a tudományos igényességen felül a programokat az kapcsolta össze, hogy az alkotók minden esetben az MMA 2019-2022. Évi művészeti ösztöndíjasai voltak. Munkájuk eredménye meggyőző bizonyíték annak, hogy ez a misszió betöltötte szerepét a hazai kulturális élet támogatásában és átörökítésében a nemzedékek között. A programsorozat folytatásaként napi rendszerességgel jelentek meg a közönség előtt az újabb és újabb alkotók. Az előadások, beszélgetések, ahogy az Essentia Artis teljes egésze, minden esetben díjmentesen voltak megtekinthetők.